Hát üdvözlök minden kedves nézőt ebben a mai videóban. Ma nem érhetünk zöld színhez a Stumble Guys-ban, szóval inkább nem is beszélek annyit, kezdjünk is bele a videóba. Elkezdjük a Blog Dash Legendary-n ezt a challenge-et, és remélhetőleg sikerült nyernünk egy kört, már volt egy videóm, csak abban a sárga színhez nem érhettem. Szóval nézzétek meg, link a leírásban, ha nem meg majd ki lesz rakva a záróképernyőnél. Mindenképp nézzétek meg, ha tetszik ez a rész, írjátok meg kommentben, és majd lesz következő, és írjátok meg milyen szín legyen a következő. Lehetne nehezet, valamilyen jó csavarosat, hogy például feketét, ami a játékban nagyjából nincs is. Szóval nézzük is, kezdődik is a körünk. Való, befagyott a játékom. Gyerekek, váltunk skin, amit úgy érzek, hogy szerencsésebb lehet. Így is lenne ide jó. Van ez a király skin, ami mondjuk annyira nem király, mert epic. Legalábbis sincs valami sok darabom. Ezt meg amúgy most nyitottam. És a Stumble Guys videó, nem tudom mikor volt utoljára. Úgyhogy úgy gondoltam, már csinálunk egyet, mivel Fortnite volt eddig, és még ma lehet, hogy érkezni fog egy short, mert hát bevágoltattam a Fortnite-ot sikeresen, azt a farkas botot, szóval nézzétek meg majd azt is, majd DC-re be lesz küldve. Ja, amúgy igen, csatlakozzatok a Discord szerveremhez, mindjárt 50 tag van, link a leírásban lesz, érjük azt az 50 tagot, kell vagy 6 ember még. Mindegy. Úgyis kiestünk, és jött a zöld szín. Hát ez problémás. Csak ki kellett mondanom, hogy ne jöjjön zöld szín, de hát jött. Mert azt mondom, hogy nincsünk egy normál kört, és megpróbálunk abba nyerni. Nem olyan pályát rakjunk be, amiben csak tiszta zöld van. Csak nem tudom, melyik mappa az, amiben csak tiszta zöld lehet. Tényleg ott van a bodves. Abba, hogy emlékszek, meg látom itt a kijelzőn, hogy annak zöld az alja. És mondjuk azt mostában nem nagyon rakta be. Jó, Lost Temple, majdnem azt mondom Rush Hour, közben ez az Lost Temple. Meg kell próbálnunk bejutni, mivel látom, nem valami pro playerek vannak, de én is játszottam mostában, szóval nézzétek el, hogy nem játszok valami hű, de jól. Nice, szép. Talán még be is érhetünk. Kár, hogy ez a skin itt nincsen meg ennek a csávónak. Nekem nem tudom, ez tetszik, még bejött régebben. Mondjuk nem olyan régen jött be ez a skin, de ez eskü elég jó skin, a prók nagyon sokat használják. Jó, és pont beérek. Zöld színhez nem is értem. Hát igen, skinhez sem érhetek, ami zöld színű. Így hát jó. Be is értünk, nézzük a középdöntőt, remélhetőleg abba is be fogunk jutni, és nem egy olyan mapot ad be, amiben zöld például a talapzat. Szóval nézzük is a középdöntőket. Pont ezt akartam mondani a jungle-ról, itt rohadt sok a zöld, és meg kell próbálnunk nem zöldre érni. Jó, itt még nem zöldnél kezdünk, szóval nagyon fincsi, nagyon jó. Ha úgy veszük a karakterem is, az is zöld, egy kicsit ilyen sötétes zöld, de valahogy beérünk. De jó, még nem értünk zöld színhez, de rúgjad fel a nyádat. Nice, ott sérünk hozzá. Előttem már biztos vannak 8-an, az fix. Fix info, de nem, nincsenek, nagyon jó. És rúgkapál az a gyerek. Jó, azt hittem letautoztam előtte a cél előtt, közel volt. Hirtelen megfagyott bennem a vér. Egy ice karamba, ezt le kéne hozni. Csak az, hogy itt ezek a taknyok zöldek. Ott a zuborkák, vagy minek nevezik őket. Annak jó, akinek van rugása, mert hát előnye van. Jó, még ez is besegít egy kicsit. Jó, hát az a baj, nem biztos be fogunk érni, ez a medve előttünk van. Megnyertük a nem tudom hanyadik körünket, gyerekek. Ilyen nincs. Megnyertük a nem tudom hanyadik körünket. 7 perc alatt megnyertünk egy kört. Hát eskü ez durva. És kaptunk 10 gemet, amúgy közel annyit ért, mint szar a zsebbe, de hanyagoljuk, mindegy, mindegy. Kaptunk 500 csillagot, de régen nem játszottam a játékkal, a gyerekek. Alig léptem fel eddig. Azt mondom, toljunk még egy kört, csak megnézem, hogy miket kaptunk még itten. Gemet valamit. Így nincs, de van zöld. Bro, át. Nem biztos megnyerjük. Jó, és nem értünk zöld színhez, pedig ez tele volt csak zöld színnel. Na, így jártam mondom az előző körben is, a döntőnél. Hú, hát nem tudom, hogy ez a map. Így, és nem érhetünk azokhoz a sarlézerhez, mert akkor veszenem kell. Sem ezekhez, amik felhúznak az űrlényekhez, mert akkor már instant kiestünk, szóval meg kell próbálnunk nem. Jó, akkor itt tényleg nem, nehogy hozzánk érjenek. Nice, és nem ért hozzánk, szerencsénk volt. Jó, itt felmünk ezen, csak jöjjön már le. Jó, csak az baj, hogy nehezebb lesz, mivel ott hozzánk fog érni. Például itten, mivel itt körözgetnek. Át, bro, mondjuk nem tudom, most ezt hozzárakjuk, hogy ez zöld volt. Nem tudom. Mondjuk ez nem a pályatalapzata, hogy zöld,
írjátok meg kommentbe, hogy ez kiesés jelentsen, mert akkor ezt nem is fogjuk hozzászámolni ezt a kört. Labból nincsen zöld szín, szóval meg kell próbálnunk itt is beélni. Itt már pár trükköt megtanultam az idők során, mióta játszok amúgy 2 év alatt. Arra annyi fiókom volt, hogy nem is tudom. Előttünk nagyon nincs is senki, szóval... De labdázgatnak, labdázgatnak. Nagyon jó. Itt felugrunk. Hát az a baj, ez a gyerek be fog érni. Hát ez már mindegy. Szóval ezt nem is hoztuk le. Na jó. De legalább már a nem tudom hanyadik körünket meg sikerült nyernünk. És ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és feliratkozást, és írd meg kommentben, hogy milyen szín legyen a következő, és joinoljatok a Discord szervemre, link a leírásban, és nézzétek meg a következő videót, ami itt megjelenik a képernyő közepén, és remélem tetszeni fog nektek. Sziasztok!